igazi keleti rangadót játszanak. Ez már önmagában elég kéne lennie ahhoz, hogy egy kifejezetten jó mérkőzést lássunk. A Honvéd ellen is lehetett érezni, hogy azért bennük van a gól. Holman szépen tette tovább, Holman visszakerül elé, Holman még mindig gólhelyzetben, és óriási mentés a gólvonalról. Megcsinálta Holman a nehezét, azt kell, hogy mondjam. Azzal nem tudok egyet érteni, hogy transzparenseken fenyegetik a szurkolók a játékosok testi épségét. Azt gondolom, hogy soha semmilyen körülmények között nem fér bele. Közben egy Diós Győri lehetőség, ami kimarad. Nem is volt ez rossz, Makrai lépett ki, meg volt a DVTK-nak is az első gólhelyzete. Leonel Pontes mondta azt, hogy ha mentálisan föl tudnak készülni erre a mérkőzésre, akkor biztos benne, hogy a helyzeteket is be fogják tudni rúgni, ez lesz a kulcs. Horváth, Holman félfordulattal, és majdnem ebből is gól lett. Szakályon a labda elé, okos fordítás, Jovanovics kint a jobb szélen. Ott a beadás, és ott a gól. Megszerzi a vezetést a Debrecen Holman góljával. Kilépett, és hát Lázár konkrétan lemaradt róla, maradjunk annyiban. Szakály, mekkora lövés, 2-0. Szakály Péter távoli lövésébe még bele tudott érni Rados, hogyha jól láttam, de csak beleütött, kiütni már nem tudta. Szakály Péter távoli bombájával 2-0 tehát a Debrecennek. Talán valamiféle figurára készülnek ott bent a játékosok, annyira egymás hegyén hátán állnak. Az EB-n láttunk belőle jó néhányat. Mert hogy érkezik a hosszú oldal, Olá. Jön a beadás, és ez is mellé megy. Az első elgondolás szerintem az volt ebből a szöglet variációból, hogy ez jól jön Olának, hogy kapásból lője el. Dzsugdú, ez óriási mentés volt egyébként Dausvillitől, mert ő volt az utolsó ember. Nagyot ütközött Dausvilli, szó se róla könyvessel. Dausvilli már talpon, a vállát fájlalja, úgy látom. Kineziót éppen már be volt neki ragasztva, tehát amúgy is fájhatott a válla. Erre kapott most egy ütközést. És ugye erre utaltam, hogy itt nincs több csere lehetőség, tehát neki vissza kell jönnie játszani, bármennyire fáj. 11-es. 11-est ad Andor Szabó azért, mert Danilovics ellőtte a Diós Győri játékost. Novotny és Danilovics vele szemben. És Novotny belövi. Megvan a szépítés. Esélye nem volt Danilovicsnak. Jó nagy butaságot csinált egyébként. Olá haza. Szabadrugás kifelé. Kis lögdösődés Brkovics és Novotny között. A két játékos oda fogja magához hívni Andor Szabó. Elek is érkezik, Jovanovics alakadt össze. Hát ez az, amire semmi szükség nincsen. A játékosok lögdösödnek továbbra is, miközben a játékvezető a két csapatkapitánnyal konzultál. Ugye Brkovicsnak van egy sárga lapja, ne felejtsük el. Egy sárga oda, egy sárga oda, akkor Brkovicsot kiállítja a játékvezető. Holman és Tőzsér a labda mögött, 66. perc, Tőzsér lövi el, és kapufa, ott a kipattanó! Mészáros kapufája után aztán nagy nehezen föl tudnak szabadítani a Diós Győriek, hát ezt most megúzták. Tamás kérdően széttárja a kezét, hogy kinek kéne adni, így még jó lehet. Makrai gólhelyzetben, óriási védés Danilovicstól. Makrai zicserét fogja a kapus. Hát itt volt az óriási lehetőség a DVTK-nak az egyenlítése. Lefújja Andor Szabó. És kiállítják. Tamás, mert hogy gyorsan összeszedte a második sárgáját. Egyből kapura gól, és ezzel eldől a meccs.
3-1 a Debrecennek Tőzsér parádé szabadrúgás góljával. Tőzsér bebombázta, és ezzel eldőlt minden. És ugye a Sluszpoén az Tőzsér 87. percben lőtt szabadrúgás gólja, amivel aztán 3-1-re nyer a Debrecen, és ez a tény, és azt kell, hogy mondjam, hogy megérdemelten, de főleg az első félidőben játszottak jól.